amolyan hollywoodi történet az övé. Egy nyírbátori srác még igen fiatalon elindul a fővárosba, aztán képzőművészeti egyetemre jár, és ezzel egy időben csaposként dolgozik egy éjszakai szórakozóhelyen. Így ismeri meg őt, és figyel fel rá egy rendező, és nem sokkal később az ország talán első számú művészszínházának, a Katona József Színháznak a tagja. A filmrendezők is rekordgyorsasággal fedezik fel maguknak, megállás nélkül forgatja a sikerfilmeket. Tavaly alaposan megdöbbentette a közvéleményt, egy könyvet írt, ebben felkavaró részletességgel meséli el 10 év féktelenségét és pokoljárását, amelyet a drogok bűvöletében töltött Szabó Győző. Ő van itt, szervusz. Szervusz. Azt mondtad egy helyütt, talán mondhatom, hogy más vagyok, mint a többi színész. Meg tudod ezt nekem fogalmazni, hogy pontosan miben és hogyan? Ilyen mondtam volna, igen. Jó, rendben. Nyilván arra gondoltam, hogy azért egyrészt nem végeztem főiskolát, tehát abszolút autodidakta módon kerültem, és a technikai és egyéb dolgokat mind a színpadon az életben, és a próbákon, és az öltözőkben, a büfében itt-ottam, ott tanultam meg. Azt gondolom, hogy az a képzőművészeti múlt, egy elég erős képzőművészeti múlt, ezért ad hozzá bőven. Tehát ahol a kompozícióval foglalkozunk, a színtannal foglalkozunk, ahol látszólag eltérő dolgok, ahol az arányokkal foglalkozunk, és nagyon sok mindennel. Ha csak belegondolsz, a színészet maga, a díszletek, a jelmezek, ez is maga a színdarab, ez is egy kompozíció, egy színös hatás, egy érzéki együttható, amiben szerintem a képzőművészet, ami bennem van, ez a fajta múlt, ez megsegített egy csomó mindenben. Tehát a vizuális dolgokban. Te tudsz mondani egy példát? Például azt nem kellett megtanítani, hogy a színpadon mely pontokra, vagy hová álljak, akkor ahol tudom. Látom az egészet kívülről. Ahogy a könyvet írtam, például látom az egészet, tehát fejben vágok, úgymond. Fejben vágok, vágtam a Szuper 8-as filmjeimet is, amit az elég komoly utazásaimról, olyan világkörüli utazásaimról csináltam. Nálam minden fejbe történik. Lehet, hogy azért vagyok más. Kezdetben ösztönös, sokkal erősebb volt bennem az ösztön, ugye miután átvette a helyét már, vagy illetve betüremkedett a technika, vagy az a bizonyos szakmai tudás, ami ehhez kell ez a színészet, ez így az arányok egy kicsit eltolódtak, és most már sokkal inkább vagyok tudatos, vagy átgondolt. Szerinted az tetten érhető? Tehát egy laikus szem számára az rögtön kiviláglik, hogy te ezt a rendhagyó utat jártad be? Mondjuk a színészi technikáid mások? Nem. Én azt gondolom, hogy minden színésznek, mindenkinek, föld minden embernek, megvan a maga egyéniséget, tehát egyre különbözőek vagyunk. Mindenkinek van egyfajta jó értelemben vett modor, manír. Nekem, én is tudom nagyon jól most már, hogy nekem mi áll jól, melyik hangszín, melyik gesztus, mely mozdulatok, filmeken nevelkedtem. De ez egy hosszú folyamat volt? Nagyon hosszú. Igen? Igen. Kinkeserves? Tehát olyan volt, hogy kételyekkel teli, amikor azt mondtad magadnak, hogy vajon ezt meg tudom-e tanulni, ez egyáltalán tanulható-e? Te végigmentél ezeken a stációkon? Kinkeserveset nem mondanám, mert én imádom, amit csinálok, nagyon-nagyon szeretem, még ha adott esetben akadályokban is ütközöm. Egyszerűen szeretem meglépni a saját határaimat, szeretem átlát, és minden, ami még tanítható, vagy megtanulható, azt igen, kérem, akarom, jöjjön még. Tehát nincsen, nem esek kétségbe. Én nagyon szeretem, nekem ez az életem. Tehát, és azt is tudom, hogy ha valamit nem tudok, vagy hogy nem tudok megoldani, akkor ez olyan, hát nem tudunk, nem vagyunk tökéletesek, de most ezt nem ilyen nagy közhelyességgel mondom, hanem egyszerűen én szerintem azért tudom nagyjából a határaimat, tudom, hogy mi meddig tart, tudom, mit képviselek ebben a színésztársadalomban, hogy milyen helyen vagyok, szerintem... Hol vagy? Ki vagy, mi vagy te ma a színésztársadalomban? Hát engem az alapfajta... Na most... Az, hogy az ember pár semmilyen tényleg nehézséget nem okozott az életemben, mert pont ezért szeretek, pont ezért hívtak a katonában, hogy egy ilyen outsider, egy ilyen vadember, egy csiszolatlan, ezért dolgozott velem az Asser, a Zsámbéki, kisebb-nagyobb szerepek, mert már nem a katonában kaptam a leg,
legnagyobb. Amikor onnan eljöttem, hogy kikerültem onnan, akkor kezdődött az igazi szakmai élet. Az, amit a színházban tudni kell, az a méretetlen alázat, vagy az, amit a katona adott 11 évig, azt megkapta egy alapcsomagként, de nem teleltek nagyon feladatokkal, pont annyit kaptam, amennyit akkor valószínűleg érhettem. Egy ilyen, tényleg egy ilyen technika nélküli sem. Tehát ilyen van, igazi van, de másképp csinál, minden másképp csináltam, mint ahogy egy színész, egy kép, egy végzett színész csinál. Mondj egy példát, hogy mit például, hogy jöttél be máshogy, mint mondjuk, ahogy bejött Stoll András? Vagy Bán János, vagy Cserhalmi, vagy Gáspár? Igazából nem is az, hogy jöttem be másképpen, hanem hogy most az a baj, hogy azt mondod, hogy itt van egy ember, aki tud 1000 viccet, és akkor mondja legyet, akkor persze nem teszed be semmi, de hogy egyszerűen az, hogy nem tudom, milyen, vagy nem, lehet, hogy az mai napig is tart, hogy nem nagyon tartok, vagy félek, vagy rettegek, mint oly sok színész. Most tisztelt a kivétel, meg ez egy... Mert nem is akarok külön kitenni a rendezőktől, vagy attól a hatalomtól, mert én mindig is úgy éltem meg, hogy ez egy persze kompromisszumokkal tehet, de meg a rendező hogyan viszi át a maga képletét a darabba kapcsolatban, de hogy mégis egy alkotó folyamat. Tehát én nem szeretem az agresszó rendezőket. Nem is dolgoztam még, nem is volt módom, de egyszerűen az, hogy ki másképp egyszerűen hogyan mozogsz a szipa, ez érezhető. Egy külső, egy szakmai, ha akkor engem a szakma, mint ahogy pontosan ezért hívtak jobbra-balra, mert másképpen csináltam egy kicsit mindent, mint ahogy nekem egy pohárról eszembe jött 100 dolog egymás után. Tehát, hogy mit, hogyan, engem érdekel a karakterépítés, mert soha nem tudom, hogy nem leszek ennél, meg annál színésztél sokkal jobb, meg vannak a mai magyar, velem egykor osztályú színészek közöttként nagyon tisztelek és elismerem minden tudását. Az, hogy én a papír nélkül csináltam ezt végig, az egy picit úgy bennem van, hogy olyan... Ez minden színészben szerintem, még a Csákány Eszterben, meg még sok olyan... Akik nem végeztek főiskolát, igen, rájuk gondolsz. Igen, benne ez egy ilyen kisebb rendőrségi komplexus? Ja, lehet, hogy olyasmi. Egy barátom most azt mondta, hogy folyton ezzel pörögsz, hogy bizonyítani akarsz, meg nekem már nem is, lehet, már nem is kell bizonyítanom. A napon pont arra gondoltam, hogy én lehet, hogy pont most értem meg ahhoz, hogy egyszerűen hogy mindig mindent ezzel 100 fokon égve csináltam. Nem, abban nem bízom, hogy pont elég, hogy csak így elmondunk simán egy mondatot, és most már az a korszak jön, nyilván beleértem már valamilyen szinten, 43 évesen, hogy már pont elég tud lenni, és most pont ezzel a letisztultsággal, vagy ezzel a nyersességgel, ami jellemez talán engem, az az ember, akit hova teszünk a színész társadalomban. Szerintem most például, aztán még visszatérek az előző mondanomra, szerintem klasszikus értelemben azt a férfi vagy a színész testesítem meg, amiben már nem sok van most. Kicsit így feminizálódik a most már így a alkatilag, és nem csak a színész szakma, hogy a világ egy picit ugyan. És akkor én szerintem nem nagyon tudnék 4-5 embert úgy most korosztályomból, akinek mondjuk ilyen, nem. Ez nem tagadom, hogy sportolok, napi szinten sportolok, van mikor 105 kiló vagyok, van mikor 80-85. Most pont egy jó karbantartott embernek tartom magam, és ezért aztán, meg ugye a Nagy Lökés, bár én a valami Amerika előtt azért forgattam már egy csomó filmet, ez hogy vannak ilyen internetes filmes portálok, láthatjuk, hogy az már nem is tudom, hanyadik filmem volt, de az nagyot lendített azon, hogy aztán a rendezők is elkezdtek bennem gondolkodni. Úgyhogy ez a nyersesség, visszatérve, ez ami a könyvemben is jellemző, hogy most már ilyen a sarlangok picit lekerültek, azt hiszem. És már nem kell ezzel bizonyítani. Te kinek akartál bizonyítani? Úgy általában a színész társadalomnak? Hogy én nem vagyok kívülálló? Hogy noha nincs főiskolám, de érek valamit, hogy fogadjatok el? Hát kezdetben biztos, hogy ez is benne volt. Tehát nem kellett erre nagyon ösztönözni, mert én nekem az életem egyik nagy vágya, hogy álma vált ezzel valóra, hogy én a színpadra kerültem. Tehát, de neked voltak olyan ambícióid a Tilos az Ába, hogy az volt az a kultikus szórakozója, ahol te csapos voltál,
abban az időben te ambicionáltál egy olyat, hogy én nagy színész leszek, én jegyzett színész leszek egy komoly színházban, vagy egyáltalán milyen perspektívákat láttál te akkor magad előtt, csaposként? Nem láttam semmilyen perspektívát. Azt tudom, hogy az meghatározó volt, hogy erre a kultikus helyre rengeteg színész jött. Azt, hogy én találkozhattam ott, nem mondok neked, olyan nagy színészekkel, akikkel most is fölnézek, bejártak, zenészek, táncosok, egyszerűen csak egy sörre betérők, fiatalok, kritikusok, színikritikusok. Tehát én már akkor láttam, hogy ez olyan volt ez a hely, ami azóta sincs szerintem, és nem is biztos, hogy darabig lesz, amilyen a századelei párizsi pavilonok, ahol a festők, tehát ez egy ilyen, meg is mindenki, a festők, tehát ilyen nagyon-nagyon fura élet volt. És milyennek képzeljük el az akkori 20-as évei elején járó Szabó Győzőt? Tehát egy ilyen nagyképű, humorbombonokat lövögető fiút, vagy egy ilyen visszahúzódót? Szerintem soha nem voltam nagyképű. Már az első gondolat, ez is egy nagyon érdekes élet, ez érdekes, hogy meg ez ilyen különböző vidéki társadalmatoknál ugye voltam, meg mindig, ha egy új helyzetben nekem bármit kell csinálni, nem vagyok ez a bratyizós típus, bár azt gondolják, attól, hogy a tévében vagy, hogy ezekben a műsorokban, meg általában tévénézők vagy mozinézők azt gondolják, hogy én a humoros oldalról közelítem meg az életet, azt viszont kevesebben tudják, hogy a színházi, a színpadon meg sokkal inkább csak drámai, alig játszom. Tehát inkább drámai szerepeket játszom, és szóval nem, a nagy képviség volt a legtávolabb, amit legtávolabb eltelt. Na most, hogy az ember ugye elmegy egy új környezetbe, akkor azt hiszik, hogy te ilyen vagy. Mert én nem. Hát csak akkor, hogy feltétlenül szükséges, nem. Tehát én szép lassan építem fel a kapcsolataimat. És aztán az érdekes az egészben, és hál' Istennek nem fordítva, hogy akkor mindig, minden, szinte minden emberrel eljutunk arra a pontra, most tök mindegy, hogy egy pohárbor mellett, vagy csak így Alana Tour, szóda nélkül egy büfést reggel, én azt mondtam, figyelj, én olyan kellemesen csalódtam benned. Én azt hittem, hogy te egy ilyen morózus, visszatérően meg egy nagyképű fővárosi színész vagy, és eljöttük mennem, és akkor idővel mindenki szét lassan rájön. De valami ennek kellett legyél egy pörgős, csaposként, egy hogy az egy Csányi János, hogy volt ugye akkor a Bárka Színháznak az igazgatója, felfigyeljen rád. Tehát valamivel fel kellett hívnod magadra a figyelmet. Majd mindjárt mondom, csak egy kicsit pontosítok, mert a Bárka Színház az még akkor nem volt. A Bárka Színház csak úgy jöhetett létre, hogy most akkor visszaugrunk a mondat elejére, hogy én ott voltam a pult mögött, és így elhatároztam, az volt egy ilyen, nem is Isten tudatom, de hogy én nem fogom ezt a számtelen barátságtalan, a korra jellemző, akkor is, meg most is kicsit jellemző barátságtalan vendéglátó stílust elővenni, hanem mindenki ezt leszik itt. Jó, szóval megtanultam trükköket, nem úgy, mint a koktélban a Tom Cruise, de voltak ilyen mindenféle fapados trükkjeim, mindenkinek mondtam egy-két dolgot, és akkor... És de akkor miket? Vicceskedtél? Nem vicceskedtem, egyszerűen csak jó fej voltam, vagy nem tudom. Hát így, és akkor látták egy pörgő, akkor egyre többen akartak már velem dolgozni a helyi, és akkor ott is dolgoztak azért színészek, meg egyik akkori legjobb barátom, vagy talán a legrégebbi legjobb barátom a Vajdai Vilmos, akivel aztán megalapítottuk a Tilos Hozzá Performance színházat, amit ketten csináltunk ezért, most már kinőttem magát a 15. éves jubileum, már vagyunk már túl, már rengeteg taggal, alapítványa, kuratóriummal, mindenet, tehát ez itt innen indult. Te ott poénkodott, ott üzeltek a Tillatilától kezdve, ezért mindenki megfordult, és akkor jött ez a fiatal ember a Csányi János, nem, ugye energiákat nem akarom levezetni. Egy kicsit olyan patanásos, sovány, szerettem extravagánsan kalapokba, meg ilyen csak úgy mellé, minden nélkül, meg ilyen. De ezeket azért csináltad, hogy figyeljenek fel rád, hogy egyszerűen így érezted jól? Nem, nekem nem volt. Én már kérdezett jövőképpen, nekem nem annyi volt, hogy csak így pörögni, egy ilyen, amit a könyvben is leírok, hogy egy ilyen pesti vagánynak lenni, a vagányjá válni. Aztán azzá váltam, mindenki ismert az éjszakából, az ott a becenem, hogy a svéd herceg. A svéd herceg? Igen, mert akkor hosszú, ennél hosszabb, teljesen platinaszűrte, fehérre kiszökített hajam volt, hosszú, nagy fekete, ilyen bokáig érő fekete kabátokban jártam, az ecserin vettem,
Hát azért nem lett hétköznapi figura, ahogy így elmondod, Nem, az de ez biztos. megint biztos, hogy a vidéki gyerek visszahúzódó, bár közvetlen gyerek kompenzációja a nagy Budapest felé, de azt már rég nem volt először, tehát én még ismertem a nagy arcokat az éjszaka, akik már sajnos nem élnek, ismertem, hogy nézi a tévét bárki, és akkor is biztos hallott, ismertem a Dixiektől kezdve ezek ilyen, az éjszaka nagy megmondói voltak, és jobban voltam velük. Csányi Jánostól megkérdezted azóta akár egyszer is, hogy mit látott pontosan benned? Tehát mi volt az a kapaszkodó, ami miatt azt mondta, hogy ezzel a fiúval érdemes lenne foglalkozni? Pont ez volt, hogy a ő darabjában akkor, mert nem a Szent Iván Éjjelon volt, hanem egy másik előadás, aminek az volt a cím, hogy a játék, és akkor az a Merlinben, és aminek egyébként a külön érdekesség, hogy én terveztem a plakátját, és ez a Merlinben volt, és ott egy ilyen típusú ember kellett neki, vagy ilyen pont, hogy pont az volt, hogy mindenki színész volt, és kellett egy olyan ember, aki nem egy autentikus figura, és akkor azt én megcsináltam, és utána jött a Szent Iván, bonyolult, és akkor De ez nem egy... sokkal később pedig már jött a katona. Azt hiszem, a negyedik előadást azt már katonába Úgy abszolváltad. történt. Hogy viszonyultak hozzád a katona jegyzett színészei? Az tényleg egy dream team volt abban az időben, ami a katonát Hát nagyon jellemezte. szebb, egybe Egyből befogadtak. befogadtak? Ha? Bizonyítani nem kellett. Nem. Lenézést, vagy ilyen Nem, arisztokratizmust mert nem figyelj, azért tapasztaltál? volt egy nagyon jó, mert bár megvan a hierarchia, minden színházban megvan, itt is megvan. De azért volt fantasztikus, azért még most is fantasztikus a katona, mert ilyen értelemben nincs, tehát a büfében megszűnik ez a... Nem kell rettegni a nagy színészektől, nem állnak előrébb, nem állhatnak előrébb a sorba, ugyanúgy. Tehát ott mindenki úgy érzem, hogy egyforma. Tehát, És mikor jött el az az idő, egyáltalán eljut-e egy magával szembe igényes színész arra a pontra, amikor azt mondja, hogy színész lettem? Ez egyáltalán egy pillanat, vagy egy folyamat eredménye? Vagy ilyen nem is gondolkodik egy színész, és csacska a felvetés is. Magyarul, ha nagyon egyszerűen akarom kérdezni, értem. hol válik el a nagyon tehetséges műkedvelő és a profi? Mikor fordul át? Hát ezt nyilvánvalóan teljesen személyre szabott. Én azt gondolom, hogy amit magamnak köszönhetek, hogy én azt gondolom, hogyha valaki azt mondom, mert nem a legjobb szó ez a gyáva, de hogyha valaki nem mer valamit megcsinálni, akkor nem fog, nem úgy terül. Nagyon sok olyan kollégám, akár színészek Pesten vagy vidéken, akik bizonyos dolgot nem mernek meglépni. Nekem sokan mondják, hogy de bátor gyerek vagy te. Vagy hogy így, akár egy alakításban néznek, hogy volt nem egy ilyen szakmai baráti kritika. Meg azért ez igen, és akkor megfigyelni, a Szent Iván évben is megcsináltam azt a nagy haldoklást, amire a mai napig emlékeznek. Tehát, hogy nekem van kettő ilyen, és akkor meg eljátszottam a... Ez volt talán a színház történet leghosszabb haldoklása, nem? Igen. Azt hiszem. Ez hány perces haldoklás volt? Hát attól függ. De tizenvalahány Tíz, perc. tizenvalahány. Ez Úgyhogy végig borzasztó. nevettek rajta, szórakoztak rajta, szórakoztattam, nyílt széttaps, három minimum, tehát hogy... Benned akkor nincs meg az a fajta önemésztés, ami nagyon sok színészre jellemző, nem? Ha nagyon egyszerűsíteni akarjuk. És akkor most már legyünk vissza arra, amit az előtt. Abban van, vagyok talán más, hogy nekem vannak még egyéb körök is az életemben, mint ő. Tehát, hogyha én az vagyok, hogyha elkezdeném magamat önmarcol, hogy önemészteni, akkor bizonyára eljutnék én nagyon. De az a negatív erők, ezek nem hisznek semmire. Tehát, hogyha én azt érzem majd, hogy én 2 évig nem játszottam, vagy nem forgatnak velem, vagy egyszerűen nem kellek, akkor én abban fogom hagyni. Én nem fogok. Mihez kezdesz? Nem tudom, elkezdek rajzolni megint, elkezdek festeni, vagy egyszer csak fogom és eladok mindent, és elmegyek, elutazom valahova, nem tudom. Ez reális forgatókönyv? Egyszer azt mondtad, hogy még Reális. lehet, hogy Madagaszkáron fogok vattacukrot árulni. Hát Ezt ez, komolyan gondoltad, vagy ez csak hát vicc? látod, komolyan. Ennyire? Vagy ez, vagy balin fogok mosogatni egy étterembe, De vagy ebben mi van? A megtökülök. kalandvágy? Jó, nem, hát nyilván akkor, igen, hát én nagyon sokat utaztam, engem az mindig nagyon foglalkoztató, motivál, meg ha már itt tartunk megint mit mondhattam, bár én emlékszem, hogy ezt mondtam, hogy más vagyok, mint a többi, de hogy az, hogy én ha utazom is, akkor sem a kitaposat utam, én mindig
mindig lemegyek. Én utazom, tehát most ezt lásd, az akár külföldön. Pont valakivel a napokban beszélgettem erről, hogy jó, itt azért tök könnyű, mert megismernek, meg azért tényleg nem, hülyeség lenne, vagy tényleg valóság azt mondani, hogy nem könnyít egy csomó dolgot az életre, hogyha az embert úgy ismerik meg úgy. De hogy én elmegyek mondjuk külföldre, és akkor ott ugye nem ismernek, nem tudják. De hogyha másodszor visszamegyek egy helyre, vagy hogy történt olyan is, hogy egy év múlva visszamegyek, de valamiért ez egy kozmopolita dolog, itt nem a nyelv, ami megértett, hanem a telekom, a metakommunikáció. Tehát én, hogyha látják, hogy nyitott ember vagyok, és azért nem is történt eddig még olyan komolyabb baj utazások során, bár történt volna, mert én ilyen nyitott vagyok, azt érzem, és hogyha visszatettem meg, hogyha volt olyan hely, és egy év múlva visszamentem egy helyre, ahol nem töltöttem csak pár napot, beléptem abba az ebben, és nem úgy ismert meg az ember, hogy láttam, hogy most ugye amerikai, most ugye, tudod meg az ember, tudja, hogy mikor nem ismerik meg, vagy... Igen. És hello, mi van? És így vár, és ugyanígy megyek Rodoszra, vagy bárhol elmegyek a világon, biztos vagyok benne, hogy ott is megfogom ezzel a fajta nyitottsággal, ahol, ami Budapesten meg olyan értelemben akár hogy jellemző, hogy nem hiszik el, hát, hogy beülök egy, mert olyan is van, hogyha nem, én már pedig neki adok egy jó fröccsöt, és akkor nem biztos, hogy a, és mondhatni neveket, hogy melyik magasabb kvalifikált, vagy középkategóriás értelemből ülök, hanem nem megyek egy ilyen tap díjat, és akkor ott megiszom a, és nem érdekel, hogy és akkor megint kanyarodok vissza oda, hogy vannak nagyon ugye az elit körből is, hát vagy a szakmai elitből, vagy a celeb világból, mert én nem tartom magam annak. De hogy pro és kontra nincs semmilyen előjel a celebbel kapcsolatban, csak én azt hiszem, én nem tartozom oda. De valaki azt gondolja, hogy igen, akkor oké. És vannak ebből a celeb világból, akiket pont most nyáron véletlenül összefutottunk, itt a Tomot, és akkor itt figyelj, te hogy csinálod, hogy így? Én nem tudok, nem megyek, nem tudok bemenni, nem tudok átmenni, nem tudok oda, nem tudok úgy közlekedni, mert ezért mondom, pont az a lényeg, hogy így én belemegyek. Te belemegyek a sűrben, de azért nem érdekel, hogy... De honnan a szabadságnak az ilyenfajta merészsége benned? Hát azt... Tehát kevés színész, jeles színész merni azt szerintem kijelenteni a Magyarországon, különösen a foglalkoztatottak közül, valaki, hogy ha nem megy majd 2-3 év múlva, akkor elmegyek Balira. És semmifajta lelki megrázkódtatást ez nem fog nekem okozni. Meg az, hogy jól érzed magad Gánába, amikor egy művésztelepet húztok fel, és ott gletteltek. Mindenhol jól érzed magad. Mindenhol jól érzed magad. Igen. Szóval ez honnan jön? Nem tudom. Szerintem ez szimpla nyitás mindenre. Tehát ez... Nagyon kevés dolgot tudnék mondani, de vagy, ahol, vagy helyet, ahol nem. Tehát ahhoz nagyon... Nagyon valami olyannak kell lennie, hogy én biztos szerencsés is vagyok, mert én azért az egész életemet úgy dolgoztam még, hogy olyan rendezőkkel, de nekem ilyen nagyon fogalmat húzni nem kellett soha. Volt olyan, amikor nem értett, ez most, és akkor majd valahogy a jó Isten megoldja, vagy valahogy lesz, mert azért volt már életemben olyan is, amiben hozzáteszem, hogy nem én voltam a főszereplője az előadások, fő és címszereplője, de mondjuk amiben ami egy bukás volt, de azt gondolom, hogy nem miattam, de hogy meg hát azért ott sok mindennek kell összeállni, hogy valami úgy igazán megbukjon, vagy nem összeállni, vagy megbukjon. Lényeg az, hogy én tök szerencsés vagyok tényleg. A kapcsolataim, az emberekkel, akiket találkoztam, amikkel. Nekem volt az életem, van egy-kettő talán, amit úgy nem is felejtek el, feszültség emberrel az életemmel, és az engem nagyon megviselt. Te konfliktus kerülő is vagy ebből következően? Igen, de hogyha valamit meg kell beszélni, vagy ha igazából... Igen, igazából nem én vagyok az, aki az első szót kimondom, azt hiszem. Hát, hogyha helyzet van, akkor én válaszolok, és akkor onnan már meg... De a kis ezért, hólasztit, azt nem én gurítom le a helyről, hanem azt valaki legurítja, és akkor én meg már megyek. De ha nem élhetnél ilyen nevezük szabadságnak, nem élhetnél ilyen szabadságban, akkor mitől lennél te megfosztva?
Ezt meg tudod nekem mondani? Tehát, ha neked korlátok között kellene tenni a mindennapi dolgaidat, nem mehetnél el Gánába, ha úgy tartja a kedved, nem lenne meg ez a fajta cselekvési szabadságod, akkor mennyivel lenne szegényebb a te személyiséged? Vagy a komfortérzeted... Hát akkor nem lennék egész egyszerűen. Hát akkor így... Igen, ez a legfontosabb... Szerintem befordul, biztos, hogy befordulnék. A volt feleség, hogy figyelj, érezte, hogy menjél, indulj el, ahol akarsz, csak látom, hogy már ezért nem bírsz a segíteni ülni. Tehát ez... Siklóen jöztem, én repült, nekem nem mondta, a tiltás az én életemben nem nagyon. A gyerekkoromban is az volt, hogy... De mentek volna bármire is a tiltással esetedben? Nem hiszem. Na hát akkor, igen. Hát, és most itt van egy 16 éves lányom, és ott sem biztos, hogy pontos, én is, én sem vagyok híve ennek a tiltós dolognak, de hogy... És önmagamtól se tiltok meg semmit, hogy nyilván valamikor azzal, hogy egy picit oda kell figyelni, azt sem tiltásként élem meg, hanem tényleg csak azért, hogy valamitől jobb legyen az egész. Most ez a diéta, amit csináltam, hogy elkezdtem egy éve, és akkor az csak azért, hogy jobb legyen minden, de nem kell megvonnom magamtól semmit. Hogy... De az, hogy az biztos, hogy ezt minden barátom, minden közeli, nagyon-nagyon kedves barátom, ismerősöm, vagy a környezetem tudja, hogy engem nem lehet letiltani, vagy beszabályozni. Beszabályozni. Azt meg tudod nekem mondani, lehet, hogy nagyjából azért válaszoltál is erre. Szerintem minden ember tudatosan vagy ösztönösen azért a boldogságot keresi élete során. Vagy így, vagy úgy, de megpróbálja elérni. Hogy téged például mit tesz boldoggá? Az, hogy szabad lehetsz? Az egyik, igen. Hát, ugye... Én mostanában nagyon szeretek egyedül lenni például. Azzal együtt, hogy tudom, hogy egy társaság ember vagyok. És azt hiszem észre magamban, hogy egyre inkább így a... Ez a... Nem a magány, hanem így az egyedül lét, az most így vonz egy kicsit. És ilyenkor mind gondolkodsz? Hogy elmélyülsz dolgokba? Vagy csak egész egyszerűen relaxálsz és kikapcsolsz bizonyos áramköröket? Hát ez egyik megközelítés volt, más pedig az, hogy nem kell senkit arra az egy órára, kettőre vagy háromra, mert majd egyszer neked is két családod lesz, meg azért csomó emberről így nagyon sok ember oda kell figyelni. Azt gondolom, hogy egy picit most kezdek így kiüresedni, hogy túl sok mindent toltam túl sok felé, és akkor most egy picit így, és nem is biztos, hogy ugyanebben az arányban kaptad vissza, már lányom, meg most a 3 éves kisfiam rengeteget, meg amikor így együtt, az együttállás az úgy jó az, meg úgy minden úgy, hogy összejön, akkor az úgy jó. De pontosan ettől, hogy ne fosszak meg senkit semmitől, vagy ne legyen, vagy engem se ebben a kis mini kis beszabályozásokban, pontosan ezért most így tök jó innél egyedül. Ez a motorozás, ez megint egy olyan dolog, hogy egyedül vagy a motoron, egyedül, mert egyedül. Nyilván, hogyha olvasok, akkor egyedül vagy. Hogyha... Szóval ezért most egy kicsit ez a meditatívabb dolog kezd érdekel, és akkor így jól vagyok, amikor nem szól az egy picit senki, vagy én sem szólok senkihez. De aztán ugyanilyen jól tud esni, mert ezért nem azt mondom, hogy befordultam, hogy baj van, csak úgy jól tud esni, amikor így... De már nincs ezekkel végtelen nagy bulizások. Nincs? Kell, nincs. Gyakorlatilag egy ilyen kispolgári létre rendezkeztél? Azt azért nem mondanám. Nem. De már sokkal jobban van az egy igazi, mondjuk azt én nagyképpen hangzom, de hasonló kaliberű barátaimmal egy borozós, levetős este. Az így jó. Ha a szimbólumok mentén akarom ezt megközelíteni, állítólag amikor elkezdtél festeni, vagy képzőművész lenni, és felkerültél Budapestre, elég sötét, vagy szürke tónusúak voltak a képeid. Később pezsgőbb, expresszívebb színek lettek. Egy 2005-ös interjút olvastam Szankai Ádámmal, akkor azt mondtad, hogy nagyon komorak. Igen. Ha mondjuk most 2013-ban festene, vagy készítene képeket Szabó Győző, akkor azok milyen képek lennének? Puff, ha hát most a hangulatod mentén akarjuk ezt megközelíteni. Hát...
Én mindig szerettem az a... Tehát most nagyon nehezen tudnék erre válaszolni. Az biztos, hogy én hogy elkezdtem ezt a... Amit meséltem, ezt az életformaváltást, ezt konkrétan tudom, dátumokra nem szoktam ennyire jól emlékezni, de október 2-án elkezdtem csinálni. Eltett 2-3 hónap, akkor az a lényeg, hogy semmilyen, olyan, csak tiszta ételeket eszem mondjuk. És ez így ugye, amiben nincs tartósító, meg nincsenek ilyen színezékek, meg semmit. És ez 2-3 hónap után ez adja magát, hogy egyszerűen kitisztul ezektől a mérgektől a szervezeted, nincs benne tartósítószer, nincs benne kemikália, és ez a közérzeted is teljesen másképp nyomja. És az más kérdés, hogy egy fekete véletlenül az van rajta, de hogy én egész addig, én csak feketében. Fekete kabát, fekete póló, fekete izé, nyilván a dolgok elleplezése, bár én mindig jól éreztem magam a bőröm, hogy 103, akkor is kívül, akkor 103, nem érdekel. De hogy aztán ugye elkezdődött lecserélődni például a ruhatáram. Színes, mondjuk annyi, hogy ebben talán van piros, de nem is az, most tényleg egész személyetlen, nem is volt szándékos, ezt ma van rajtam, de hogy így most már ilyen kék, sárga, narancssárga, én szerintem elég jó ízléssel öltözködöm, ezt nem én mondom, hanem a környezetem engem nagyon sok esetben kérnek meg ilyen szakmai, vagy menni egy órát, most nem mondom a színésztő kollégámat, de a barátjának egy órát, és engem hív el, hogy milyen meg, hogy milyen szia, vagy nagyon sok embernek segítettem a belső tér megoldásokban, a saját lakásomat én terveztem, a hétvégi házat is én terveztem, amit nagyon szép lassan sikerült összehozni, de az is, tehát én nekem ezek így nagyon vonzolnak, és abban például nagyon sok a szín, én Svédországban is hát nem, azt nem mondanám, hogy laktam, de úgy nagyon sokat voltam. És ott ez az északi mentalitás a színekkel, Izlandon fantasztikus volt ott, hogy milyen merészen használják a pirosokat. És a ruhatáram elkezdett szép lassan színes. Szóval ma se lenne fekete, vagy nagyon komor az egy-két képet. De ott ez mondom, hogy nem tudom milyen, hogy elmennék a színes vonalba, mert én ugye nagyon sokat dolgoztam tussal, ceruzával, színnel. Én nekem az a... És hiszem azt, hogy az egyszerűség ebben a formában, ahogy ezt ugye nem mondok nevet, divattervező, aki a fehérrel és a feketékkel dolgozik, szerintem tudod ki az ember, olasz nagy nevű divattervező, ő például az volt az egyszerűség például, hogy ott nincs semmi túl variálva. Hiszem és pont ezért meg grafikus, hiszek a feketének, a fejének és a szürkének a mindenféle árnyalataiban egy-egy színnel meg lehet persze spékelni, tehát azt hiszem egy ilyen nem lenne, a vidám lenne a téma, szerettem mindig az ilyen kontúrokkal dolgozni, tehát az egésznek lenne egy ilyen kis tempó pártosabb, de nem ez a színorgikus organikus megülete. Nem. Mondd, az csak nekem tűnt fel, és lehet, hogy rosszul tűnt fel, hogy neked nincs szakmai elismerésed? Nincs. És egyetlen se? Nincs. Ez fáj? Hát figyelj, nem. Azt nem tudom, azt mondom, de inkább azt mondom, hogy igen, nem tudom, mit mondjak. Nem, hát én két, ezzel ugye ugrottuk a témát, de hogy a Szent Iváni Álom nem sikerül ennyire jól annó, akkor nincs bárka színhez. Én aztán a Szombathelyi megalakuló színház nyitó előadásában eljátszottam az Ádámot, iszonyú jó szerepeket. Nagyon az ember tragédiájában. Az ember tragédiájában, igen. Hát a két színház alapításánál ott voltam. Itt a 10 legnézettebb magyar filmnek, a 3-nak én vagyok a abszolút főszereplője, és még mesélhetném mennyi minden, azt gondolom én is tettem, vagy letettem a színházért, vagy a színház. És akkor ezért... Persze van bennem, hogy akkor mi az? Önbizalmadat ez nem kezdi ki? Hisz mégiscsak ez egy elismerés. Egy olyasfajta visszaigazolása annak, amit csinálsz, hogy a szakma igenis tudomást vesz rólam, és azt elismeri. Jegyzelek. Hát igen, ezen max. Egy évben egy 3 percet gondolkodom. Szerintem most meg is volt ez a 3 perc idén, ebben a műsorban. Aztán annyi. Hát, hogy így kell lenni, akkor így van, kész. Szerinted mi erre a magyarázat? Nem vagy annyira nyájtagja?
Az is lehet, meg szerintem most ezzel a könyvemmel ezzel megbillentettem egy csomó mindent. Kihat ez? A Biztos. megítélésedre? Igen. Színészberkekben, igen? Nem, 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 ott nem. Úgy általában? Az emberek szemében? Följebb kell ahhoz menni egy kicsit. Ja, értem. 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 Ezt te pérlegelted például, amikor megírtad ezt a könyvet? Nem érdekel, mit történik a következménye a könyvnek. Nem? Én nem. Én, ha ez, és hogyha nincs elfogadás, nincs megbocsátás, akkor ez van, de nem eszünk rébuszokba. Tudsz konkrét esetet, amikor fenti helyeken vagy felsőbb helyen ezt a könyvet kifogástárgyává tették, és ezért estél el mondjuk egy szakmai kitüntetéstől? igen. És arról is tudok, hogy ami már nem szakmai része a dolognak, hogy vagy én nekem tárgyalás alatt voltak már különböző nagy formátumú munkáim, ami nem a művészeti oldalra meg kellene, sokkal inkább a bulvár, vagy beszéltük reklámról, vagy ilyen ilyen jellegű megkeresésekkel voltak tárgyalások, és azokat is gyakorlatilag be hogy is mondják? Hát lesztornozták, tehát én nem könyv, és akkor járt, akkor én nem. És még így se bánod. Tehát a nem bánom, mert én most én vagyok a drogos színész, ugye már beszéltünk a Storról, nem akarok a nevében, ő meg a most a... Ő a másik rossz fiú. Nagyon érdekes például, hogy én nem gondoltam, hogy ez ilyen hatással lehet, például van a Szentán színházban játszok egy előadást, ugye ketten egy kétszereplős rendkívül nagy sikerrel, őrület, szétverik a házat, szerintem egy nagyon-nagyon jól sikerült előadás. Azt hiszem, Európában itt mutatták be először, ez Hugh Jackman és Daniel Craig. Igen, hát nem csak, hogy Európában, a világon másodszor. Tehát világon másodszor? Igen, tehát ezt a két világsztár játszotta a Broadway-n, és mi pedig mi játszunk, mi a egy pesti színházban, és akkor így, ugye menni a dolog, de mi magunk is jókat röhögünk, hogy akkor a drogos színész meg a másik, nem akarom mondani, mert tudjuk, hogy hol volt a busz, mindegy, és akkor ezek így most ilyen nyomják a műsor testünként, és nem tudjuk eladni, tehát kiajánlásra kimegy vidéki helyekre, és akkor mindig hív az igazgató, hogy úgy tűnik, hogy megyünk, vagy lesz valami, aztán visszahív, hogy nem, mert ugye megtudták, akik a szereplők, és vagy a Storm miatt, vagy miattam nem. Mert nem tudják, hogy mit vesztenek, mert egy fantasztikus jó. Én sajnos még nem láttam, de ismeretségi körömben nagyon dicsérték. Mind a két szereplőt jelzem. Elolvastam ezt a könyvet, elképesztően felkavaró, és amire én nem kaptam magyarázatot, és szerintem ezt még te se tudod, hogy tulajdonképpen miért kezdtél el te drogozni. Tizenvalahány év távlatából, akár Csernus Imrével, aki segített a leszokásban, sikerült érvényes válaszig jutnod? Nem. Tehát úgy gondolod, hogy ennek így kellett történnie, belesodródtál, vidéki gyökerek, megfelelési vágy, és történt, ami történt. Hát legalább 100 dolgot tudnék felsorolni, tehát akkor van az a halmaz, és akkor van az a halmaz, ami ugye mindenen kívül valami, azt tudom, hogy nem tudom, hogy miért. Te 10 évig drogoztál, és tényleg az utolsó stációig eljutottál. Igen. Ez szerinted, ez az egész pokoljárás, vagy féktelenség, nem tudom, minek nevezzem, ez hozzátett az te személyiségedhez, vagy elvett abból? Elvenni semmiképpen nem vett el belőle. Én nem vagyok ez a megbámos típus, azt hiszem. Tehát miután azt sem tudom nagyon, hogy ez milyen, amikor este valakit mondjuk alkoholos bámorban, vagy egy ürületes, vagy heves fölcsattanásomban megbántok, hogy aztán másnap bocsánatot kérjek, tehát erre nem adok eleve alapot, hogy igyekszem, hogyha nyilvánvalóan történt már inkább tetszben, mint semmi másképpen olyan, amikor megbántottam valakit, de az, hogy akkor most itt ezen morfondírozzak, az abszolút, hát figyelj, nagyon sok helyre elvitt, nagyon sok helyen voltam, jó és rossz helyeken voltam, és ha az a kérdés fölmerül, hogyha még egyszer ott lennék, mit tudom én, a 89. május 19-én, amikor az első MAG-teámat megittam,
Ha meginnám, akkor biztos meginnám még egyszer. Abból se csináltál titkot, hogy forgatásokon és a színpadon is voltál drogos befolyásoltság alatt. Igen. Jobb vagy rosszabb színész lettél a drogtól? Ez az alaphelyzet, amikor, most csak elmondok egy példát, amikor nagyon be voltunk szívva például, és volt egy zenekar, amiben éltük, és akkor azt az életünk legjobb koncertjét lenyomtuk, majd aztán, amikor a pulton rögzített felvételt visszahallgattuk, akkor azt mondtuk, hogy nem hiszik, hogy jó, hogy jó. Hát, hogy atya világ, Jézus, úgy ezt hallott a szerencsétlen közönség. Igen. Miközben ti úgy fejeztétek be, hogy ti vagytok a királyok. Igen. Hát hasonló ez, azt gondolod, hogy kurva jó vagy, meg hogy minden. Meg te vagy a tuti, és megcsinálod, és hát azért ilyen nagyon komoly dolgokat. Többek között ezt nem, de Szent Ivániám című előadást, ebben én a szamára elváltozó mesterembert, akkor nem Zubolynak, hanem Kurta Miklósnak hívta, de sok, ide sokféleképpen hívják már, és hát az nem kevés volt, tehát az egy nagyon komoly fizikai testmény, meg nagyon sok olyan darabban játszottam, amiben rendesen kellett mozogni, tehát dőlt volna a víz. Én akkor elég jó fizikailag, már úgy értem, inkább külsőre jó fonal voltam, de nagyon le voltam szálkásodva, mert hát nem nagyon lettem, inkább csak mást használtam, vagy másról táplálkoztam. De ember azt hiszi, hogy nagyon nagy király, és közben meg nem. De az, ami, én mondom, a jobb színész, én attól vagyok valamilyen színész, sem jobb, sem rosszabb másoknál, hogy én megélek egy csomó mindent. Tehát én 7 életet éltem meg szerintem ez alatt, az egy élet alatt, és van, aki pedig elzárkózik a kül, van, aki nem. Van, ez aki... a színészeden tetten érhető? Az tehát enyém, azt nem tudom, hogy, de azt tudom, hogy azért szeretnek sokan például velem dolgozni, még ezeken nem gondolkoztam, hogy most fogalmazódik így meg, mert azért tudok szerintem, az esetben hiteles, vagy őszinte, vagy ezért szeretnek talán nézők lenni, mert én mert onnan hozom, tehát én onnan jövök. Tehát, ha valaki ezt vagy azt kéne játszani, és ha nem tudok semmit, akkor vagy utána megyek, vagy utána nézek, de én azt gondolom, hogy engem nagyon szélsőségesen embert, meg sem állatot, meg nem öltem még, azt nem tudom, milyen érzés, meg nem szültem még gyereket, de mondjuk, de ezt leszámítva nagyon-nagyon, ha csak egy apró 10-15 pár százalékosan, de azért egy elég széles skálán tudok szerintem, ami van az utcaszint, mert én az utcaszinten vagyok, akkor van a nyilván megtanult különböző technikák, amik ötvözhető, van, aki meg egyáltalán van az a fajta színész, aki vagy csak pusztán technikában, vagy akit nem érdekel az, ami engem érdekel. A könyvből azt hiszem kiderül, nem akarok lelőni semmit, hogy Herendi Gábor és Zsámbéki Gábor volt a két ember Csernus Imre mellett, akik segítettek. Igen. Ugye? Elhangzik a nevük. Jól emlékszem, nem akarok hát most. Hát nem hangzik el. De az elején beleírod, ha jól emlékszem, tehát, hogy nekik köszönöd. Azon túl, hogy én most nem akarok itt érzelgősködni, azt gondolom, ez a két ember nem akármit tett, érted? Tehát emberi nagyság mutatkozott meg. Ez a három, Csernus Imre ugye a szakmájából fakadóan, de Zsámbéki Gábor a főnököd, a Katona József Színház igazgató és Herendi Gábor a Valami Amerika rendezője, aki felajánlotta neked ezt a szerepet. Igen. Egy kikötéssel, hogy fejezd be ezt az életmódodat. Akkor még egy mondat erejéig, elkalandozva Herendi Gábornál. Igaz az, hogy én úgy informálódtam, hogy a biztonság kedvére azért talált két színészt, akinek felajánlotta a te szerepedet, hogyha mégsem sikerülne neked ez a lejövetel a drogról, akkor ők ugorjanak be helyetted, ők viszont ezt nem vállalták el. Igen. Ez igaz? Igen. Azt meg lehet mondani, hogy kik voltak ők? Azért is gondolom, hogy érdemes elmondani, én nem tudom, Isten látja a lelkem, igen, mert pozitív szereplői ennek a történetnek. Nem akarok illúzióromboló lenni, én nem vagyok ilyen nemes lelkű. Tehát, ha velem történt volna ez, én nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen lehetőség mellett elmegyek a helyükben. Na, több színészt is megkerestek. Azokat az embereket nem mondom, akik aztán értettődtek, hogy mi van a győzővel, mert hogy akkor mi van, lesz ebből valami, azokat a neveket nem mondom. Ja, ilyen is volt. Olyan is volt, de egyáltalán nem okoz semmilyen. Hát persze, ugye, amit te is mondtál, hogy nem vagy érzelgős, te nem tudnál ilyen dolgok mellett elmenni. Az egyik ember neve az... Azt nagyon úgy félve mondom ki, mert szegény már meghalt, és én nagyon-nagyon szerettem őt. Amiatt bementem a Lipótra, ugye akkor volt egy parti, ahol találkoztam vele, és akkor már nagyon be volt, már
hogy már állapotban volt, hát azt köszönöm, hogy ő viszonylag szeretett jókat inni, jókat bulizni. Ő akkor mondta, hogy ez semmi szín alatt, nem, ő a Bertok Lajos, aki korosztály egyik legjobb színészére én azt gondolom, tartottak. hogy nagyon nagyon. Hát ez nem is szakmai titok, ez, hogyha valaki a Control DVD-t megveszi, és annak a, ami ugye Csányi Sándor játszotta a főszerepét, és az is, hogy milyen az élet, hogy milyen az egész dolog, akkor még ugye élt a Lajos, csak nem, nagyon nehéz ott vele együttműködni, hogy dolgozni, annak a Control című filmnek akkor ő lett volna a főszereplője. Nem tudott belemenni a rendező ebbe a kompromisszumba, így aztán találni kell, és aztán az ötlet az én számból pattant ki, akkor dolgoztam már vidéken egy-két ilyen nyári színházban a Sanyival, és akkor... Te ajánlottad a Csányit Antal Nimródnak. Igen. És ki volt a másik színész? A másik pedig a én nagyon-nagyon legrégebb ilyen szakmai, meg egyéb tagmából, mert nekem azért a barátaim sok része, ami nem a nagy része, ez ilyen nagyon fellegzősen hangzik, mert nagyon kevés igaz jó barátom van. Tehát egy kezel meg tudnám számolni. Ő viszont, akivel nagyon-nagyon-nagyon jó barátságban vagyok. Hát persze, amikor elszakadunk egymástól, amikor összejövünk, ez teljesen ilyen kampányszerűen működik, ő a Kamarásival. Kamarásival lett volna a másik. Megint csak nem érzelgős húrokat akarok pengetni, de olvasva a könyvet, az jutott nekem eszembe, hogy a te helyedbe én hogy köszöntem volna meg Zsámbékinak és Herendinek, és egyáltalán, és talán ezen van a lényeg, meg lehet-e egy ilyet köszönni? Voltál, vagy kerültél te velük olyan szituációba, hogy egyáltalán elmondd, hogy mit tettek veled? Micsoda jó dolgot? Nem. Nem, nem, majd egyszer talán majd, amikor eltelik sok-sok év. Nem is beszélt. Az, hogy most ez a film a valami Amerikában mit változtatott az nem csak hatalmasat, az életem, ugye ezt hogy a Pingrós Csabi, a Hújben, a Szonya, és még mesélhetném. Hát azért nagyon sok embernek, de hát én is nyilvánvalóan benne voltam. Majd egyszer talán, amikor nosztalgiázni tudod, hogy ez nincs, akkor persze, hát ilyen van. Zsámbé Gábornak meg nagyon sok mindent köszönhetek még ezen kívül is. De azt hiszem, abban megállapodhatunk, hogy lett volna rendező, aki nem nézi el ezt a fajta életviteledet, akár a katonába, és nem adja meg ezt az esélyt neked. Hát figyelj, hát ide-onna lehet hallani a híreket, még mai napig is, igen, azért, hogy igen, ki mindenkit rúgnak ki, vagy ki mindenkit lehetetlenítenek el azért, mert egyszerűen úgy él, ahogy él. Igen. Van. Kell a segítség, akkor a kereség ott voltak, és én azt hittem, hogy engem ezzel kifognak, persze úgy mentem fel, hogy engem kifognak, de nem, pont ez volt a lényeg, és ettől más megint csak a katona, ettől nem az, ami, nem azt fogjuk, és akkor kivágjuk az embert, hanem segítünk, és ők segítettek. Te hiszel a sorszerűségbe? Most elolvastam veled pár interjút, hát nem tudom eldönteni, hogy ennyi véletlen és ennyi szerencse létezik-e egy ember élete során, mintha meg lenne írva az életed. Hát igen. Hát, hiszek abszolút. Én nem megyek semmi ellen, szerintem. Én vagyok a sodrással. Nem ámulatba ejtő, ami veled történt? Így végig gondolva ezt a 40-valahány évet, 41-2 évet? Hogy nincs olyan, hogy üres pillanataidban az ember rágondol arra, hogy hol voltam, honnan indultam Nyírbátorból, mi mentem keresztül, és hova jutottam? Milyen pokoljárásokon, mélységeken és magasságokon? De bennem van, úgy elméleti szinten, meg a legmélyebb elmélkedés szinten, meg csak olyan szinten, hogy hogy tényleg egyszer bőrön, de 14 éves koromban teltem magam Budapesten, és most vagyok, ahol vagyok. Én inkább ezzel szoktam így, hogy lett ez az egész, hogy van, hogy én tényleg mindenki, nincs olyan ember, akit ne ismernék, tehát mindenkivel, bár mondjuk ezen is, ugye, mert szoktam így ücsörni, és hangosan fölnevettem magamban, hogy így pont erre gondoltam, hogy mi szerint ezekkel a nagy színészekkel egy színpadon találkoztam, még Hofival is találkoztam, meg de, és meg hogy miért így sorolom, és akkor, te figyelj, te Koncz Gáborral még az életben nem találkoztam. De nem kerültem olyan szituációba, hogy a Koncz Gáborral én még nem
Nem voltam egy légtérben szerintem, és tök fura. Egyetlen színész volt, azt hiszem, a Koncz Gábor, akivel még nem fogtam kezet. Vagy. Erre is biztos vagyok, hogy sor kerül. Említetted azt a 14 éves fiút, és ez az utolsó kérdésem. Ha találkoznál vele, ezzel a 14 éves fiúval, mondjuk, mint Karinti, akkor rendben lenne az elszámolás? Mondjuk, aki az első napját tölti Budapesten. Biztos. Emlékszem arra a napra, amikor felkerültem Budapestre. Hát én ezt soha nem felejtem. Emlékszem arra, amikor anyámék elmentek az autóval. Emlékszem, amikor a nővéremmel végig vonattunk az utcán, a körtéren, és akkor ugye édesanyám mindig... Én sem mindig azt mondta, hogy bárkivel bárhol találkozunk, nyilván az utcán jön veled szemben. Ha nem köszönj neki, mert az úgy illik. És amikor így, talán ahogy a nővérem is mondta, akkor, hogy nem kell mindenkinek köszönni. És akkor én a Morizsik mond körtén, ugye ennek a nyüzsgő tömegnek, és az nem vicc, elkezdtem köszöngetni. És akkor így, aki boldog-boldog talán? Igen. Tehát itt tessék, ugorj be a Moszkva térre, vagy most nem, hogyha menjél végig, és köszönj oda mindenkinek, és meg fogod látni. Tehát ez így, akkor egyrészt azt mondanám, hogy ez egy érdekes figura. De az biztos, hogyha ott találkoznék vele a focipályán, a fészer, ugye a szertár tetején, ahol éppen kötözgeti magára a papírdobozokat, ragasztja magára, mert ugye meg akar, vagy repülni akar, akkor biztos azt megmondaná ennek, hogy azért nem fog menni. Örülök, hogy láttunk. Vigyázz magadra, legjobbakat kívánok. Köszönöm.